Kedves testvéreim! Ez a mai éjszaka, karácsony éjszakája egy Istenkereső kereső éjszaka. Akkor az ember a sötétben a maga életének, meg a világának a homályában, sőt mély sötétségében is, Keresik, utatja azt, hogy hol találja meg Istent, akiben megtalálhatná igazi önmagát is, akiben megtalálhatná a jövőjét és az életének az értelmét és reménységét. És hosszú utat tesznek meg a mai evangéliumnak a szereplői, József és Mária. Az angyali üdvözlet, az angyali megjelenés óta, hónapok, eltelt hónapok során először belül a szívükben, az életükben tesznek meg egy nagy belső utat, és aztán pedig vár rájuk egy hosszú utazás is, Názáretből Betlehembe, és annak az útnak a végén egy Istálóba jutnak ott születik meg Jézus. És ugyanígy angyalok jelennek meg a pásztoroknak is, és aztán ők is elindulnak egy útra, hogy megkeressék a megváltót, és ők is a Jászolnál találják meg őt. És arról szól ez a történet, hogy az ember Isten keresésének, a, tehát amikor az ember az Istent keresi, akkor a jászolnál fogja megtalálni őt. Gyere el a jászolhoz, és ott megtalálod Jézust, és Jézusban megtalálod Istent, ő, Istenben pedig az életed értelmét és önmagadat.